Meglepetésként hatott megyei futballberkekben, hogy az elmúlt években a megyei első osztályban meghatározó csapattá váló, tavaly előtt bajnoki címet nyert, az idén ezüstérmes Tolnai VFC-nél távozott a csapatot szépen összerakó edző Buzás Attila. A vezetőség gyorsan reagált. A megülesedett helyre egy tapasztalt edző Graca Tibor érkezett. Az utóbbi évet leszámítva több évtizede edzősködik már a ceglédi származású edző, elsősorban Tolna megyében, aki jó néhány évet töltött el a felsőbb korosztályú utánpótlás csapatoknál, különböző kluboknál. Pakson például 8 évig dolgozott az U18-as és U19-es csapatokkal. Hosszú pályafutása alatt rangos felkéréseket is kapott felnőtt csapatoknál. Lehet, hogy ezt kevesen tudják, hogy én voltam Kecskeméten MB2-es vezetőedző, voltam MB2-es pályaedző, illetve hát még az edzői pályám hajnalán Györkönny, az szintén MB2-ben volt, és annak is én voltam az edzője. Aztán voltam Abonyban megye első osztályban, és szintén edző, egy bajnokcsapatnak voltam az edzője. Legutóbb Sárbogárdon, a Fejér megye első osztályban voltam felnőtt csapat edzője. Nyilván számomra egy nagyon kellemes színfoltja volt a 8 év, amit eltöltöttem Pakson. U18, U19-es csapatoknak voltam az edzője. Büszke lehet a paksi utánpótlásban eltöltött évekre. Olyan játékosok kerültek ki, mint a Fiula Attila, Haraszti Zsolt, utoljára Hán János, nekik voltam több évig edzőjük, de hát most sorolhatnám az MB2-ben játszó, meg még MB1-ben játszó neveket, de ezt most már nem akarom megtenni, hogy Kesztyűs Barna szintén ott van most, igen, sőt most úgy látom, hogy a Honvédban játszik. Az utóbbi évben nem vállaltam edzői munkát, volt néhány megkeresésem egy alacsonyabb osztályból, de úgy gondoltam, hogy nem szabad ezt erőltetni, tehát ott olyat szabad csak elvállalni, amivel igazán az embernek öröme van, öröme telik. Azt is elmondhatom, hogy ez alatt az év alatt azért megszenvedtem, mert valahol azért eltelt egy-két hét vagy hónap, és már kiütközött rajtam a futballhiány, és eljutottam arra a szintre, hogy mégiscsak az életemnek egy fontos szegmense a futballban eltöltött évek, meg a futball szeretete, és örömmel vettem azt, hogy szóba került a nevem Tolnán, és hát megpróbálok ennek a tolnai elmúlt évek szerepléséhez méltó szereplést produkálni a csapattal. Mivel a Szekszárdról érkező kulcsembernek számító Királyházi Bencén és ifjú Buzás Attilán kívül nem jelentett be eddig senki távozást, úgy tűnik megmarad a tavaly előtti bajnokságot nyerő, az idén ezüstérmes csapat, amely két új érkező játékossal erősödhet is. Hanol Milán Pécsről érkezett, aki több poszton is bevethető. A másik új játékos, valamikori paksi nevelés, 35 évesen jó lehet már a kenyere nagy részét megette, de az osztrák Landesligás tapasztalatokkal a csatárposzton növelheti a minőségi kínálati palettát a tolnai együttesnél. 35 vagyok, viszont nem szeretném annyira lelakni magam. Nyilván edzeni kell ahhoz, hogy az ember sikert elérjen. Mint a vezetőséggel is megbeszélve, nem levezetni jöttem haza Tolnára. Nekem az ausztriai az pályafutáson az 5 év volt, előtte Győrben, Pécsen, Dunajvárosban egy-két csapatot megemlítve ott futballoztam. Az utolsó 5 év volt az Ausztria, és akkor úgy tértem haza Tolnára. Tisztában van vele, meg kell küzdenie a kezdő csapatba kerülését. Elnézve a keretet, nagyon jó kerete van a Tolnának, az én meglátásom, viszont nyilván én is csapatba szeretnék kerülni, szeretném gólokkal segíteni a bajnoki címhez a csapatot, hogyha tényleg annak leszünk kikiáltva. Landesligában is gólvágó volt? Hát nem, most ezt nehéz megmondani, most a 100 gólomat a porlomon, azt sikerült elérnem, kicsit túlteljesítettem, de természetesen igyekszem mindig a hálóba találni. Graca Tibor is szembesült már a szerződés aláírásakor a nagy kihívással. Komoly ellenfelek száma ide vagy oda, a bajnoki cím az egyértelmű elvárás Tolnán, ahol az anyagiak is rendelkezésre állnak. Én megpróbálok itt a srácokkal a lehető legjobb eredményt elérni. Hát nyilvánvaló, hogy ez másképp, más nem lehet, csak az, hogy
meg szeretnénk nyerni ezt a bajnokságot. Mivel ez a célja a Bonyhádnak, a Tamásinak, és feltehetően a Dombovárnak is, és minden bizonnyal erősödik a középmezőny egy-két tavaly gyengén szereplő csapata is, izgalmas bajnokság várható a Tolna megyei első osztályban a 2019-20-as szezonban.